A szeretettel házilag készült isler olyan finom, hogy újra meg újra meg fogod sütni. Nézd csak! Hello, Isten hozott a konyhámban! Wichmann Anna vagyok, és a csatornámon sorra mutatom be a legnépszerűbb családi kedvencek receptjeit. Én nem tudom, hogy manapság milyen anyagokkal dolgoznak a termelőüzemekben, de sajnos egyre szedett-vedettebb islereket lehet vásárolni, még sokszor a bevált helyeken is. A készítése ugyan hosszadalmas, de minden egyes percünket megéri belefetszölni, mert az eredmény egy nagyon finom sütemény lesz. Már is mutatom, hogyan készül. A lisztet egy szitába szórjuk a sóval, sütőporral, a vaníliás és a sima porcukorral. Így szitáljuk át. Jön még bele darált dió is, hiszen az eredeti isler úgynevezett barna linzer tésztával készül, ami azt jelenti, hogy őrölt olajos magot is használunk hozzá, amiből szerintem a dió a legfinomabb ehhez, de azért a török mogyoró is erősen versenyben van. Szépen összekeverjük a liszttel. A jéghideg vajat beleszedjük, kicsit meglisztezzük, és a kezünkkel összemorzsoljuk a liszttel. Csak addig dolgozzuk, amíg a vajas morzsa borsónyi méretű lesz. Most jöhet hozzá kevés tejszín, és a tojás sárgája is. Ezekkel dolgozzuk simára gyors mozdulatokkal, hogy a vaj ne olvadjon meg a kezünktől. Ketté vesszük a tésztát, és egy-egy fóliába csomagoljuk szépen lelapítva, hogy minél előbb lehűljön a hűtőben. Na most az isler mérete csak rajtunk múlik. Azt érdemes tudnunk, hogy minél nagyobbat készítünk, annál nehezebb a csokival szépen egyenletesen bevonni. A legáltalánosabb méret a 7-8 centi átmérőjű, én az 5-6 centiset favorizálom, ezzel csinos, 2-3 falatos sütiket kapunk. A deszkát enyhén meghintjük a liszttel. A keményre hűlt tésztát vékonyan kinyújtjuk. Én szeretem egészen ellaposítani, de ha még nem vagy gyakorlott isler készítésben, inkább nem egy 4-5 mm vastagság alá, mert piszok nehéz lesz a csokival bevonás. A korongokat egyesével kiszaggatjuk. Sütőpapírral leterített lapos tepsire rakosgatjuk egymástól kis távolságra, mert a sütő portól növekedni fognak. A maradék tésztát újra összegyúrjuk, hogy kinyújtsuk és további korongokat szaggassunk belőle. Ha elfogyott, jöhet a hűtőből a második adag tészta is. Igyekezzünk ugyanolyan vastagra nyújtani, hogy szép, egyenletes islerek készüljenek. Ha megtelt a tepsi, mehet is az előmelegített sütőbe sülni. Nagyon fontos, hogy a hideg tésztát tegyük a sütőbe, mert így tud omlósra sülni. Ha a nyújtás és a szaggatás alatt megmelegedett, akkor inkább tedd be a tepsit 10 percre a hűtőbe, hogy lehűljön a tészta a sütés előtt. Akkor kell kivenni a sütőből, amikor így körben a szélén kicsit már megbarnul, ennél tovább nem szabad sütni. A maradék tésztából is elkészítjük a korongokat. Ha az islerről van szó, akkor a lekvárban minimum 2, de inkább 3 táborral számolhatunk. Eredetileg piros lekvárral, ribizlivel készült, de ma már sok helyen a kicsit népszerűbb málnát használják hozzá.
csakis, átpasszírozott magtalan lekvárral készítsed. Amikor egy cukrász azt fejtegeti, hogy azért használ bele magos lekvárt, hogy érezzed a gyümölcs tartalmát, akkor csak mosolyogva bólincsál, hogy persze, de te otthon kérlek, amikor sütöd, inkább nyomd át egy szűrőn azt a magos lekvárt, kb. 5 perc munka, és sokkal minőségibb lesz az eredmény. És persze van, aki baracklekvárral szereti, nálunk a családban is, úgyhogy én a felét mindig ezzel készítem. A lényeg, hogy a talpára kenjük a lekvárt, és a másikat is így illesztük rá, hogy szebb legyen a formája. Finoman addig nyomjuk, amíg a lekvár kiér a széléig. Ilyenkor még nagyon lágy és csúszkálós az isler. Várnunk kell 1-2 órát, hogy a lekvárt beszívja és stabilan álljon a csokizáshoz. Gőzfürdőt készítünk annyi vízzel, hogy ne érjen a tál aljához. Először a fehér csokit temperáljuk, mert ezzel megjelöljük a piros lekvárosokat, így mindenki olyat tud elvenni a sütistáról, amilyet szeretne. Ehhez nem sima csokit vettem, hanem olyat, aminek magasabb a kakaóvaj tartalma, ezeket kuvertőrnek hívják, és az Aldiban és a Lidliben is nagyon szuper minőségben meg lehet vásárolni. Ilyen vastag táblákban árusítják, és szép vékonyra tudjuk darabolni. A csokit 2/3-1/3 részre osztjuk, és csak a nagyobbikat tesszük a tálba olvadni. Közben mutatom, hogy az islerek milyen jól összetapadtak a lekvártól. Teljesen stabil, könnyű lesz majd bevonni. Ha már kezd olvadni, kevergessük, hogy ne hevüljön fel túlságosan az elolvadáshoz. A víznek sem szabad fornia alatta, mert akkor megég a csokoládénk. A felolvadt fehér csokit levesszük és belekeverjük a maradék harmadot. Amikor már sima, készen van. Most jöhet az étcsoki olvasztása egy külön tálba. Ezt is daraboljuk apróra és osszuk 1/3-2/3 részre. A nagyobbik rész az már mehet is a tálba olvadni, a maradékot pedig kisebbre vágjuk, hogy majd gyorsabban beleolvadjon. A nagyobbik részt kevergessük olvadásig, hogy ne hevüljön fel túlságosan. A temperálásról már hosszabban beszéltem a Moszkva OR-es videóban. Érdemes megnézni, hogy miért van szükség a temperálásra és hogyan tudod megúszni ezt a műveletet, hogyha akarod. Amikor elolvadt a csoki, hozzászórjuk a maradékot. Gyorsan csak 2-t kavarunk rajta, és azonnal levesszük a tűzről. Így keverjük addig, amíg az egész egynemű és szép sima lesz. Tökéletes, készen is áll a csokizásra. A rendes cukrászüzemekben a csokival csak simán leöntjük a rácson várakozó islereket, de ehhez a mennyiséghez legalább 1 kiló csoki kellene, hogy szépen egyenletesen bevonja. Persze a felesleg lecsöpög alá, és újra fel lehet használni máshoz, de itt-ott lenne benne morzsa, meg ki akar ekkorát pancsolni otthon pár darab islerért. Én emiatt egy kicsit másképp készítem. Az islert egy sima villára fektetjük, és egy kanállal rácsorgatjuk a csokoládét. Szépen eloszlatjuk, hogy körben lecsurogjon.
tál széléhez ütögetjük a villát finoman, hogy a felesleg visszacsepegjen a tálba, és végül a fehér csokiból pár csíkot húzunk rá keresztben a spatulával. Lehetne persze egy habzsákkal is precízen, de én szeretem ezt a rusztikusabb látványt. Így tegyük egy rácsra, mert valamennyi felesleg még fog róla lecsepegni. Ha sütőpapírra teszed, akkor egy kis szoknyája lesz a dermedés végére. Így haladhatunk szépen sorban a többivel is. Nagyon szeretem ezt a módszert, mert így kevesebb csoki is elég hozzá, és nem maszatolunk össze mindent. A temperált csokit időnként keverjük át, és hogyha úgy érezzük, hogy kezd nagyon kihűlni és vastagodni a csoki, akkor gőz felett csak egy nagyon kicsit rámelegíthetünk. Semmiképpen ne legyen 30 foknál magasabb a hőmérséklete. A barackákváros isleleket már csak simán étcsokival bevonjuk. Így tegyük a rácsra termedni. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem, hogy tetszett, és te is ki fogod próbálni. Még mielőtt elkattintasz, kérlek szépen iratkozz fel a csatornámra, és lájkold ezt a videót, hogy mások is láthassák. A receptet a pontos mennyiségekkel és hasznos tippekkel megtalálod a videó leírásában a linkek között, és az annuskan.hu oldalon. Találkozzunk legközelebb is!